Idén is nagy sikerrel rendezték a Fuss Úsz Kerékpározza Gyermekedét programsorozatot. A Paksi Sportegyesület szabadidős sportszakosztálya 2013-ban 700 ezer forintnyi sportszervásárlási utalványt ajánlott fel a résztvevőknek. Az óvodák és általános iskolák vetélkedésében újoncként a dunakömlődi óvodások is részt vettek, akik kiválóan teljesítettek. Nagyon aktívak voltak, nagyon lelkesek voltak, rendezvényről rendezvényre egyre többen jöttek, ahhoz képest, hogy Dunakömlődről kellett bejönniük, a kerékpározás volt náluk a legnépszerűbb, pedig azt ugye el is kellett ide juttatni a kerékpárokat, de nagyon lelkes volt az óvónéni csapata is, a szülők csapata is, és a gyerekek is, úgyhogy mondták, hogy ha jövőre lesz, mindenféleképpen jönnek, és szeretnének még aktívabbak lenni. Az úszáson 400-an, a futáson 650-en, míg a kerékpározáson 845-en vettek részt összesen, tehát a nevezett 6 oktatási intézmény a Zöld-Fehér Klub jóvoltából közel 1900 főt mozgatott meg. Az immár hagyományos paksi rendezvény idén is zöggenőmentesen zajlott. A legnagyobb félelmem mindig a kerékpározás, de ezt már többször el is mondtam, de hála Istennek idén is abszolút balesetmentesen lezajlott, semmi gond nem volt. Köszönhető ez a rendőrségnek, amit ezúton is szeretnék nekik megköszönni, nagyon sokat segítenek nekünk ilyenkor, hogy kísérik a csapatot legalábbis a forgalmas városi szakaszon. És nagyon-nagyon nagy köszönet nyilván a koordináló pedagógusoknak, akik ezt az egészet az egyes intézményekben összefogják és kézben tartják. Az óvodák közül végül első helyen a Mesevár végzett, megelőzve a Hét Színvirág és a Dunakömlődi intézményt, míg az általános iskola kategóriában a Deák Ferenc diadalmaskodott, a Bezer Édi és a Balog Antal előtt. A győztesek 150 ezer, a második helyezettek 120 ezer, míg a harmadik helyezettek 80 ezer forinttal gazdagodnak. Az ünnepélyes eredményhirdetést a Városi Gyermeknapon május 25-én szombaton 13 órakor a Csengei Dénes Kulturális Központban tartják.